A Híd gyülekezete 60 roma misszió hagyományteremtő szándékkal indította a tehetséges heves programot, melynek célja, hogy a vármegyékben élő kiskorú tehetségeknek adjon lehetőséget, hogy bemutatkozhassanak a közönségnek. Az este egyik fellépője volt Puporka Krisztofer. 5 éve tanul hegedülni, ez alatt az idő alatt több versenyen szerepelt eredményesen. Később szeretne majd Amerika egyik legnagyobb művészeti egyetemén tanulni, és minél több embernek átadni a zene szeretetét. Nekem ez egy hatalmas boldogság, mert amit átadott, a boldogságot átadhatom az embereknek, amikor játszok, és ez nekem is boldogság. A gálán nem csak 60-i fiatalok mutatkoztak be, környező településekről is érkeztek, így boldogi, lőrinci és gyöngyöspatai gyerekeket is láthattak az eseményre érkezők. Voltak, akik versekkel készültek, de a legtöbben énekeltek vagy hangszeren játszottak. Az este során fellépett még Kökény Attila, aki egy tehetségkutató után vált ismerté, azóta több ilyen műsor zsűrije is volt. Az énekes elmondta, fontos, hogy a művészetet kedvelő fiatalokat fel. Karolják. Ez a kezdeményezés, ez nagyon-nagyon fontos dolog. Én 2 dologba hiszek, hogy azok a gyerekek, akik zenét vagy sportot tanulnak, azok tudnak a társadalomban is helytállni, mert az egy nagyon jó kis cél, és valahol viszi őket. A Híd gyülekezete 60 roma misszió célja az volt, hogy olyan kulturális eseményt hozzon létre, ahol a tehetséges fiatalok találkozhatnak egymással. A roma misszió kapcsán ugye az jut eszébe az embernek, hogy roma misszió, és akkor csak és kizárólag ez romáknak szól. Ez a kezdeményezés, ez színvak. Tehát, hogy itt pusztán a tehetség számít, és a tehetséges gyerekeknek szeretnénk lehetőséget biztosítani, hogy egymást megismerjék, és ösztöndíjba részesüljenek. A roma misszió ösztöndíj programját azért hozta létre, hogy ilyen módon is motiválják a tehetségek fejlődését. A támogatást most 4 gyermek nyert el, akik a második tanítási fél évben havi juttatást kapnak majd. Még egyszer egy nagy tapsot a fellépőt.